2006-ban fogadta el az ENSZ a fogyatékkal élők jogairól szóló nemzetközi egyezményt, melyhez Magyarország az elsők között csatlakozott. 2007-ben már a jogszabályokat is kihirdették. Az ENSZ bizottsága több mint 10 év távlatából vizsgálatot indított, hogy Magyarországon az elfogadott egyezmény mennyiben valósult meg jogi szinten, valamint a gyakorlatban. A 2 éves vizsgálat után azonban azt állapította meg az ENSZ, hogy Magyarországon rendszer szinten sérülnek a fogyatékkal élők jogai, és az egyezményben rögzítettek nem minden eleme került át a magyar jogszabályokba. Nem csak kihirdetni kell, hanem különböző egyéb jogszabályoknak is a részévé kell tenni. Így például az önálló élethez való jog és a közösségbe való befogadáshoz való jog az nem került kifejezetten bele jogszabályokban, és így ezáltal ez nem is kikényszeríthető és nem is követelhető. Tíz Aletta elmondta, bár egyre több fogyatékkal élő embert próbálnak kisebb intézményekben elhelyezni, vagy támogatni a lakhatásukat, a többség azonban jelenleg is nagyobb intézményekben él. Az ENSZ szerint pedig ezáltal az önálló életvitelhez való joguk is sérül. Attól, hogy egy nagyobb intézményből egy kisebb intézménybe kerül, attól, hogy egy olyan lakhatási forma valósul meg, ahol támogatják a majdnem önálló életét, attól ő még nem, tehát az autonómiája ugyanúgy sérül. Az ENSZ szerint a megoldást az jelenteni, ha az állam kiépítene egy úgynevezett támogató szolgáltatást, melynek segítségével a fogyatékkal élők önállóan akár saját lakásban élhetnének. Az is benne van ebben a jelentésben, hogy az sem, tehát a Magyarországra érkező EU-s források, ami kifejezetten a kiváltást, ezeknek a nagy intézményeknek a kiváltását célozza, ezt a nagyobb intézmények felújítására, illetve kisebb intézmények építésére használják fel, tehát nem arra, ami valójában a célja. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elindította az Észszerű Alkalmazkodás a Mozgáskorlátozott Emberek Mindennapjaiban című projektjét, melynek januárban tartották a záró rendezvényét. Ezzel a projekttel is olyan rendszer szintű változást szeretnének generálni, mely keretet ad a mozgáskorlátozott emberek önálló életét támogató komplex rendszer kialakításának. A kormány szerint ennek érdekében a pénzügyi forráson túl együttműködésre, megfelelő szemléletre és szakértelemre is szükség van.